Óvatosan és fokozatosan kell nyitni az oktatásban is, jelentette ki az Emberi Erőforrások Minisztériumának köznevelésért felelős államtitkára az operatív törzs tájékoztatóján. Óvatosan és fokozatosan kell nyitni az iskolákban is. Az eredeti tervekhez képest lassabban és szűkebb körben történik a nyitás. Ma reggel az óvodákban és az általános iskolák alsó tagozatán indult el a jelenléti oktatás, a felső tagozaton és a középiskolákban pedig május 10-től. A fokozatos nyitásra több okot is megjelöltek. Egyrészt jól halad a lakosság oltása, javulnak a járványügyi adatok, másrészt a regisztrált pedagógusokat beoltották. A pedagógusok oltásáról elmondták, hogy vasárnap 155.306 embert oltottak be, a szakképzéssel és a bölcsődei dolgozókkal együtt pedig 200.000 a beoltottak száma. Április 1-től két körben mindenkit behívtak, akik az oltást igényelték. Akik nem tudtak megjelenni vagy hibás adatot adtak meg a regisztráció során, azokat pótidőpontokban hívták be. A köznevelés fokozatos nyitásának érvei közé tartozik az is, hogy a március 8-tól nyitva lévő bölcsődék esetében jók a tapasztalatok, járványgócok nem alakultak ki. A jelenléti oktatás azért az óvodákban és az általános iskolák alsó tagozatán kezdődik, mert a nyitási folyamattal egyre több szülő tér vissza a munkahelyre, amellyel a jelenleg gyermekfelügyeletet ellátó intézményekben is nő a gyermekek száma. Az óvodások jelenleg vegyes csoportokban, jellemzően naponta más-más óvodapedagógus felügyelet alatt vannak. A visszaállástól azt várják, hogy minden óvodás a saját csoportjába kerül, saját óvodapedagógusa mellé, amely növeli a biztonságot. Vannak olyan szülők is, akik nem szívesen engedik iskolába gyermeküket. Régebben vártuk a nyitást, de most nagyon nem várjuk a nyitást, mert nem tartom jó ötletnek ezt, hogy az iskolák újrainduljanak, mivel most vagyunk ugye a harmadik hullámban, ezért ugye a fiatalok vannak most a legnagyobb veszélybe, és ha most össze vannak ők keresztve, akkor a fertőzés veszély még jobban kialakulhat köztük, mert nem tudni, hogy ki mit hordoz magában. Én nem engedem a gyereket az iskolában, május 10-e után se, mert a pedagógusok sincsenek védve, és ez a korosztály meg nincs is oltva, akik a középiskolába visszamennének. Ugye a gyerekek már a középiskolások azok berendezkedtek az online oktatásra, és ha most visszamennének a tantermi oktatásra, akkor mire visszarázódnának az oktatásba, addigra már vége van az iskola tanévnek is. És ezt nagyon nem reálisnak tartom, hogy elkezdjék az iskolát a középiskolások is.